Sziasztok, ez itt újra a képben, amelyben Szipál Márton arról mesél nekünk, hogy hogyan férnek meg egymás mellett a fotók és a bútorok a VAM Design Centerben, a Király utcában. Amikor kimentem Amerikába 56-ba, én benne voltam az angol évkönyvbe, a világon a legtöbbet kiállított és díjazott fényképészek között, és ott kaptam meg a Nemzetközi Fényképész Asszociációtól a művész címet. Artist of the Federation International Art Photographer. Megnyertem Európa legnagyobb pályázatát, Bécsbe volt. Hogy Bécsbe kiértünk, minden újságnak a címlapján voltam, hogy megint a magyarok nyerték a müncheni pályázatot, Szipál Márton aranyérem. Ez egy kikötés volt, egy porcét nem lehetett küldeni. Az összes barátom mondta, Marci, nekünk jó, le fogsz élni, egy képetet nem veszik meg. Azt mondja, ez nem porcékjállítás, ez amatőröknek kell, ilyen csendéletnek, ilyen. Azért is küldött 10 sportit, és küldött 10 sportit, és megnyertem az aranyérmet, megvették mind a 10 képemet. Én sose dolgoztam. De amit csináltam, én mindig imádtam csinálni. Úgyhogy a kérdés, hogy mit dolgoztam, mondom, én dolgoztam. Most nem nagyon fényképezek, most inkább tanítok. És én rájöttem, hogy aztán jobb tanár vagyok, mint fényképész. Én imádok tanítani, de komolyan mondom, bárki bármit kérdez, és vannak tanítványaim, és én boldogabb vagyok, olyan képet csinálok. Én így vagyok rájuk néha, olyan jókat tudnak csinálni. Mindenki Magyarországon szerint csak portrét tudok csinálni. Hát én arra voltam a legbüszkém, az a legnehezebb a portréfényképezés, mert ott nincsenek szavatok, ott minden arc más. Most legutoljára csinálok absztrakt képeket, mint az például, és oda a másik szobában is vannak absztrakt képek, esténként játszom, tudod? Most lehet kapni ezek a lencséket, egész közel lehet menni. Az például egy centis kocka, egy ezüstányér van. És mindenképp világítgatod, különböző szögből nézed, és a kompozíció stimmel, és jól néz ki, imádom csinálni. Ez a pestés egész este játszottam. Októberig tehát még ti is ellátogathatok a VAM Design Centerbe a Király utcába. Találkozunk holnap is, legyetek képben!